Februárban nyíltak meg a TOP Plus források pályázati lehetőségei. Több településen valósulhatnak meg fejlesztések Fejér megyében. Egészen Csortól, Sárkeresztesig, Bodaiktól, Kőszárhegyig, Pusztavántól, Bakoncsárnyáig jó néhány település komoly forrásokat nyert, csapadékvízelvezetésre, energetikai felújításokra és egyéb különböző önkormányzati fejlesztésekre. Én bízom benne, hogy a többi település is részt vesz már a második vagy harmadik fordulóban, és ugyanilyen sikeres pályázatokat nyújtanak be. Az elbírálás nyilván majd megadja a lehetőséget mindenki számára, hogy a pontszámok alapján sikeresen nyerjenek. Csór önkormányzata két fejlesztésre nyert pályázati forrást. Az egyik keretében a csapadékvíz elvezetést oldhatja meg a település. A tervek előkészítése után 2024. augusztusára készülhet el a kivitelezés. Több mint 250 millió forintot tudunk rászánni az első fázisra, és hogy itt fontos kiemelni, hogy ez nem az egész beruházás jelenti, hiszen csak el tudjuk most kezdeni, de a későbbiekre ez szerintem valamilyen szinten garancia is, hogy akkor ennek a folytatását is majd azért el tudjuk végezni. A csapadékvíz Csór esetében nagyon kardinális probléma az elmúlt években, akár azt mondom évtizedekben is számos közterületben keletkezett olyan kár, ami aztán az önkormányzatnak a vagyon elemeit csökkentette, illetve a hozzáadott forrásokat kellett ide csoportosítanunk, de nagyon sok esetben a magánvagyonban is kárt tett. Csete Krisztián hozzátette, szintén a TOP Plus forrásoknak köszönhetően valósulhat meg a tornaterem épület energetikai fejlesztése. A falak hőszigetelése és a fűtés korszerűsítése, napelemrendszer kiépítése válik lehetővé több mint 170 millió forintos Európai Uniós támogatásból. Ez a beruházás is 2024. augusztusára készül el a tervek szerint.